Folytatjuk sorozatunkat, melyben a kanadai magyarságért hosszú ideje önzetlenül dolgozókat mutatjuk be. Ma Szőke Jánost ismerhetik meg, aki a Niagara Falls-i Árpád-hal vezetője már évtizedek óta. 1937-ben születtem Szapári falván, ami Lugos mellett egy kis falu, jelenleg Romániában. Mármikor én születtem, akkor is Romániában volt. 5 éves koromig Lugoson laktunk, 1942-ben átszöktünk Magyarországra. Édesapám ugyanis már ott volt akkor, mert ő előtte való évbe szökött át, mivel vitték be a román hadseregbe szolgált, vitték volna az orosz frontra, hát ő jobbnak látta barátai, vagy átszöknek Magyarországra. Hát őtet követtük 1942-ben, Vaskúton kötöttünk ki. Ott jártam iskolába, majd a középiskolában Baján végeztem, a Berecki Máté kertészképzőbe, szőlőgyümölcs és borászatra voltunk szakosítva. A középiskola befejezése után kihelyeztek egy községi tanácshoz dolgozni, aminek semmi köze nem volt a szakmámhoz. Igazán nem voltam ott sokáig, és különben is ugye kitört a forradalom 56. októberében. Ezt Vaskúton éltem át. Az év végére már eldőlt, 56 végére, hogy itt a változás nem lesz, és Vaskút, mivel közel van a szerb határhoz, akkor Jugoszlávia volt, láttuk, hogy a menekültek mennek, jönnek, mert eleinte visszadobták őket. Aztán, amikor láttuk, hogy nem jönnek vissza, fel egy barátommal elhatároztuk, hogy mi is útnak indulunk. Ez történt 1957. január 13-án. Több helyen voltunk Jugoszláviában, táborba, de végén 6 hónap után sikerült hajóra szállnom, és kijöttünk Kanadába. A barátom az maradt tovább a Jugoszláviában, majd később Franciaországba kötött ki. Itt vannak rokonaim, édesapámnak unokatestvére vállalt étem garanciát, hogy Niagara Falls-on kötöttem ki. Gyümölcs farmon kezdtem dolgozni itt Kanadába. A lényeg az, hogy hamar megtanultam angol, mert rá voltam kényszerülve, a gyerekek tanítottak különben is. Mindenki nagyon szívesen fogadott. Valami kis magyar közösség volt itten, már akkor is, sőt, később kiderült, hogy nem is olyan kicsike. Itt volt 2 magyar egyesület annak idején, a keresztény egyesület és egy másik, ami a Kossuth egyesületnek hívtuk. Hát a keresztény egyesületben mi ugye bekapcsolódtunk még, mi fiatalok is. A másik helyen csak egyszer voltam, mert ugyanazokat a propagandákat láttuk, ami otthon. Megtudtuk, hogy van Vellanden egy magyar ház, ahova sokat eljártunk, mert igazán a Niagara Falls-i, ha bár magyar egyesület volt, de egy bálakat nem nagyon tartottak. Közben megismertem a feleségemet ebbe a Niagara Falls-i magyar házba. 62. októberében megesküdtünk, és Szent Katarinészbe költöztünk, mivel én ott kaptam munkát. Ott éltünk kb. 9 évig, 2 családunk született, Johnny és Maggie, Margaret, mind a 2 szépen beszél magyarul. Végén visszajöttünk Niagara Falls-ra, mert itt kezdtem el dolgozni, itt vettünk házat, és igazából a gyerekek hát nagyjából itt nevelkedtek, itt jártak legtöbbet iskolába. Közben 1978 elején, talán nyarán itt is kezdtek alakítani egy magyar egyesületet, a 2 Niagara Falls-i magyar egyesület, amelyek mind a 2 megszínűben volt. 78 őszén lett ez az egyesület megalakítva. Az egyesületünk neve, hivatalos neve Niagara Peninsula Canadian Hungarian Culture and Sports Center. Na mivel ez ilyen kacifántos, és sokszor én sem emlékszem rá pontosan, el lett nevezve Árpád Parknak, illetve Árpád Háznak. Így ismerik a környékbe, és a környékbeli magyarok is. Ezt egy vállalkozó vette meg, ő adott pénzt a kisház építésére. Annak idején ez az egész terület egy erdő volt, ahol most az öreg a kisházunk van, ott volt egy leégett ház. Hát az lett eltakarítva, és 82 tavaszán talán akkor kezdődött annak a felépítése, közben az erdőirtás folyt. 83. március körül lett kész a kisház, annak a felavatása után 2 hónapra talán a tulajdonos meghalt. Ránk maradt a gond, mondjuk adósság nem, mert a terület még az övéké volt, viszont meg kellett vásároljuk az örökösöktől. Szerencsénkre annak idején tudtunk bingót szerezni az egyesületünknek.
plusz a rendezvényekből. Lényeg az, hogy kifizettük a területet. Közben az épület megjött egy pavilon felett építve, egy futballpálya felett építve. 1996 elején már elkezdtünk gondolkozni, hogy kellene egy új épületet felépítsünk. Hát ez megtörtént 1996 novemberére. Az új épületben jobban meg tudjuk tartani a nemzeti ünnepünket, ha bár már a másik helyen is tartottuk, mivel az 56-os forradalom megemlékezését mindig itt tartjuk, a 48-asat pedig Vellandon. Fontosabb dolgok, ami történtek az Egyesületünk életébe. Talán egyik nagyon fontos a cifratábor létrehozása, ami 1992-ben kezdődött. Tehát a 26 év adott 2200 gyereknek lehetőséget arra, hogy tanulják továbbra is a magyar szokásokat, magyar táncokat. Ezen kívül a nyári piknikünk nagyon-nagyon népszerű, az augusztus, az a Szent István pikniknek hívjuk végeredménybe. 2 évvel ezelőtt a Kovásznai Tiszta Szív Leánykórus járt itt, 500 ember biztos volt. Ebben az évben egy nagy esemény volt az, amikor a Kanadának a 150. évfordulóját ünnepeltük, és a Fili itt járt Kanadá, és itt is felléptek Niagara Fallson. Nálunk voltak, háromszor étkeztek, és egy kicsit több időt el tudtak tölteni. Sok fontos ember megfordult itt az Egyesületünkben. Sok államtitkár, miniszter, Kövér László két esetben is itt volt. Potápi Árpád szintén 2-3-szor, dr. Hoppá Péter. A legnagyobb esemény az volt, amikor 1999. október végén Orbán Viktor látogatta meg egyesületünket. Magas méltóságú egyházi személy is megfordult nálunk, talán a legmagasabb Erdő Péter, herceg primás úr néhány évvel ezelőtt. A Kanadai Kulturális Tanács itt alakult meg ebbe az épületbe, ez a ma is a bejegyzett székhelye. Első naptól kezdve regionális alelnöke vagyok neki, Közép-Kanadáért felelős, hogy úgymond. Rengeteget dolgoztunk azért, hogy összetartsuk a magyarságot. Ma is létezik, és nagyon szépen dolgozik az egész kulturális tanács. Én 2013-ban a Magyar Köztársaság lovagrendjét kaptam, addig munkámért. Domai Dénes akkori nagykövet átadta nekem 2014. októberi ünnepén. Környékbeli magyar szervezetekkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, főleg Vellandon, a magyar házzal, és a két egyházzal, a görög katolikus és a római katolikus egyházzal. Torontóban ki lett állítva egy időalagútnak nevezett installáció, ami október végéig a Budapest Parkban volt látható. A konzulátus úgy döntött, hogy elhozzák ide. Ugyancsak ide került Varga István által épített Rubik kocka. Varga István a Rubik kockát ugye a torontói felvonulásra készítette, de készített egy másikat is, ami az idén az ottawai magyar kiállításon van kiállítva, és október végén ide fog kerülni az is. Annyit szeretnék hozzátenni ez a kis műsorhoz, hogy az Egyesület vezetése, ha bár az én nevem alatt folyik, én vagyok az elnök, de hát ez olyan szokott lenni, hogy az elnök az azt csinálja, amit a segítő társai mondanak neki. Nagyon sokat dolgozik a feleségem, aki a konyhát vezeti, mióta megnyílt a magyar ház. A lányom, aki itt nőtt fel, jóformán azt kell mondani, hogy a gyerekkorát is itt töltötte. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek, akár önkéntesen, akár csak a támogatásukkal. A feleségemnek, ugye, mert rengeteget dolgozott, a lányomnak talán még jobban, mert igazán úgy néz ki, hogy ő veszi át az Egyesület irányítását. Jövőre lesz a 40 éves évfordulónk, és sajnos a felelősség nagyon nagy, nagyon nagy, nem nagyon vannak önkéntesek, akik ilyesmit elvállalnának. Még egyszer köszönném mindazoknak, akik támogattak bennünket, akár anyagilag, akár a megjelenésére, a rendezvények megjelenésén. Reméljük, hogy továbbra is számíthatunk rájuk. Köszönöm szépen!